nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyhakés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír. Pont mit? Egy ridikül. Kellemes kora estét kívánok Önöknek! Ez itt a Ridikül, egy műsor nőknek, de azért kicsit nekünk, férfiaknak is. Mai témánk, tanulj meg nevetni! Akik ma emelik műsorunk fényét, Nacsa Olivér, előadó művész, humorista, producer. Olivér 23 éve van hivatásszerűen a humor műfajban. Nagyon szeret szórakoztatni, csak úgy, mint nevetni. A nevetés számára létfontosságú. Elengedhetetlen, hogy a párjának is legyen humora. Dr. Pap János, tudományos főmunkatárs. Könyvet írt a nevetésről. Nagyon korán kiderült, hogy életében a nevetés elválaszthatatlan a humortól. A nevetés hátterében mindig ott van a kérdés, hogy szereted-e az életedet. Rajnai László, diplomás bohóc. Az öröm egy társas játék. Kell hozzá egy partner, akivel tudunk örülni. A nagy gond nem gond, azokon nem keseredik el, mert azok arra valók, hogy megoldja őket. A beszélgetést vezeti, ahogy mindig, Diósi Klári. Hiszi, hogy nevetni terápia, de már azzal is elégedett lenne, ha az emberek egymásra mosolyognának az utcán. 10-ből 9 ember nem teszi meg. Hölgyem, uraim, parancsoljanak! Jó napot kívánok mindenkinek! Nevetni kell, ennyi az egész, cseng a fülünkben, de vajon tényleg ennyi az egész? Mert hogy abban van igazság, hogy jó néhány problémánkra, legyen az egészségügyi vagy a lelki, megoldás lehet egy jó nevetés vagy kacagás, de vajon hogyan nevessünk akkor, hogyha szomorúak vagyunk? Egyáltalán akkor is nevessünk? Mi a nevetés titka? Ezekre keresünk ebben a műsorban a választ. Szóval nevetni kell, ennyi az egész, tömören, hogyha most megfogalmazzuk az életünk szempontjából? Hogyan lehetne ezt egy kicsit bővítettebb mondatban mondani? Én már lecsapnék arra a mondatra, hogy hát, hogy a párodnak legyen humorérzéke. Ez nálam megvan oldva. Megkértem a kezét, fél óráig röhögött. Na. Létezik egy angol közmondás is, hogy olyan nőt ne vegyél el feleségül, aki nem nevet a vicceiden. Úgyhogy... Hát még előtte vagy. Mármint, hogy most a nősülés talán nem sokára. Előtte vagyok, való igaz, de nekem tényleg nagyon fontos volt minden egyes párválasztásnál, hogy jó humorérzékkel legyen megáldva az én társam, mert hát annyira az életem része, hát nem lehet egyszerűen elvonatkoztatni ettől, és szerintem mindannyiunk életében a humor az egyik első helyen van a mindennapokban. Nagyon sok mindenen segít át bennünket tényleg az élet mindenféle helyzeteiben, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek nevetni a párommal otthon is, és ehhez nagyon fontos, hogy tényleg legyen egy partner, akivel ezeket a pillanatokat meg tudjuk élni. Képzeljétek el, hogy már itt az elején beletrafáltunk a lényegbe, ugyanis egy kis közvéleménykutatást tartottunk így mi nők egymás között a műsor előtt, és a többség azt mondta, hogy nem is kell, hogy annyira jóképű legyen, a humor sokkal fontosabb. Hm? Köszönöm szépen. Szóval mi ezt így éljük meg. Szóval a humorral igenis lehet hódítani, de hogyha azt mondjuk, hogy nevetni kell, ennyi az egész, ezt annyira könnyű mondani. Bocsánat, de olyan de is nem? Van, hogy valakinek jó humora van és jó kép, nem tárgyuk, hogy... Édesem, nem rá céloztam. Na, nem, így már... Igen, ebben a műsorban nevetnünk kell, de szóval nem megy ez mindig. Hogy hát, ezt hogy tudjuk előszedni, ezt meg lehet tanulnunk, hogy tudjunk nevetni? Hát az úgy is néz ki, tehát amit megtanulunk, az úgy is néz ki szerintem. Tehát itt fotóztunk, és azt mondták, spontán mosolyogjak, nem megy. Bármikor megy. Emlékszem, egy interjúra a hölgy oda tette a Petőfi Rádiótól a mikrofont, ilyen nagyon közel, és azt mondta, hogy mondjak spontán valami vicceset. Nem tudom. Ezt nálam, én nagyon nem szeretem megy. Egyébként az élet bizonyos pillanataiban, amikor megyek valahova, és akkor egyszer csak valaki hátulról jön, hogy... Mondjál már valami vicceset, az, hogy szoktam szeretni, nem tudom, bevásárolok, vagy éppen valami teljesen hétköznapi dolgot csinálok, szóval igen, az nem mindig egy ilyen kellemes viszont, dolog. Viszont bármikor, máskor. Igen, tehát amikor az ember... És amikor nem lehet esetleg, akkor leginkább. Hát az igen. Na egyre jobban belegabajodunk ebbe, minden esetre nevetünk. Értekezlet, temetés. Ez egyébként, ez rettenetes dolog. Szóval tényleg, hogy vannak olyan helyzetek, amikor tényleg sírni kellene, és TV felvétel.
és olyan emberek szerintem, mint amilyen mi vagyunk, akiknek állandóan jár az agya valami. Rám szak... akkor nem utolja. És hogy tényleg a legszörnyebb helyzetekben ki tud jönni az, hogy az ember egyszerűen elkezd nevetni, és ebből tényleg lehetnek kínos szituációk. Kezdek itt egy kicsit szorongani, feszengeni, hogy majd még én is gorcső alá kerülök itt, de egyébként jól van. Szóval szerintetek meg lehet ezt tanulni? Így kell születni? Gyerekkorban. Tehát van, aki... gyerekkorban. De gyerekkorban eleve ez egy nagyon fontos én dolog, hogy meglegyen. Tartok előadásokat, nevetési értekezleteket pedagógusoknak, és mindig hozzáteszem, hogy ez azért úgy nem fog menni magától, főleg felnőttként. Gyerekkorban nagyon-nagyon jó nevelhetők nevetésre a gyerekek, hiszen a mosoly, nevetés egy kommunikáció. Az anya a gyerekkel. Depressziós anyák gyerekei depressziósá válhatnak. Hát ahogy a boxoló anyák gyerekei boxolóvá, tehát. De akkor ez egy nagyon fontos példa, hogyha egy csecsemőkről beszélsz, akkor ott egy válasz a mosoly. Tehát, hogyha most arra gondolok, hogy ugye még nem tudok vele szavakkal beszélgetni, hogy ez egy jelzés is tud lenni. Tehát a mosoly, a nevetés, az egy reakció. 80% a nevetéseinknek arról szól, hogy létezem. Egyetértek veled, például a főnököm mond valamit, egyetértek veled, mosolygunk, műsorvezető mond valamit, mosolygunk, tehát... Bocsánat, nekem gyerekkoromban vették el rögtön az elején a kedvem a nevetéstől, mert anyám mondta, én nem emlékszem rá, mert egyébként is rossz a memóriám, hogy amikor újszülöttként meglátott apám, nézett és csak ennyit mondott, mindig ilyen lesz. Na Laci, hogyha meg is az újszülött korodik, de menjünk addig vissza, hogy mi szerettél volna lenni? Tehát mindenki nem tudja azt kérni, mondjuk egy négy... gazdag ember. Jó, de azért mindenki nem tudja azt írni mondjuk a névjegykártyára, hogy mondjuk bohóc lesz. Tehát az út idáig, ami mégiscsak összefügg a nevettetéssel. Amikor az ember az osztály hülyéjéből elindul, tehát ez a anyám életét egy poénért című típus elindul az életbe, az szerintem úgy kezdődik, hogy rájön valahol belül, nem tudatosan, de rájön, hogy ő nem szép fiú. Ő nem erős, de valahogy a közösséghez kell tartozni, és akkor a humoránál fogva meg lehet őt szeretni, lehet kedvelni, tartozik csoportokhoz, emberekhez, netán nőkhöz, ugye, csajokhoz. Csak aztán az embernek egy idő után tele van a hócipője azzal, hogy mindig találkozik, lelki szemét lát, elsírja a baját, majd elmegy azzal, akit egyébként ki nem állat, mert buta, meg hasonló. Csak az ember elgondolkodik, hogy hogy van az, hogy erre jó vagyok, hogy lelkileg, meg röhögni, meg minden, de úgy másra már nem. Táncolni nem. De táncolni is tudok. Most ezt vegyem úgy, hogy fölkértél? Nem. Tehát ember egyszer csak... Tudom, messze üzd, de majd sorra kerülsz. Lesz ebből még közös munka. Jó, de én valóban nem terveztem. De már nekem nem indult az agyam. Nem, nekem nem szabad földobni a labdát, lecsapom. Szóval akkor most nem szólalhattok meg, de szegény, hogy mondja el, hogy lett bohóc. Én? Igen. Életlenül. De tényleg rettenetesen féletlen. Bohócokat keresnek? Nem. Vidéken laktunk, és amikor fölvettek, de mindegy, itt tanultam már. Pesten kerestem albérletet, és egy idős artista bácsihoz kerültem, nem tudtam, hogy az, és akkor mondta, hogy jó, kedves, paraszimpatikus fiatalember vagyok, ilyen kicsit röcögefejű volt, mivel foglalkozol, fiam? Hát mondom, hogy ide járok a mikroszkóp színpadra, a kabaré színészképző szakra. Nem akartál soha bohóc lenni? Mondom, nem. Most indul az artista iskolába bohóc szak, mondom, örülök neki. Menjen, jelentkezzél, feltétlenül. Bementem, puff, 30 kamera az arcomba, világ, minden, világítás, fények. Miért akar bohóc lenni? Minek jött ide? Én se tudom, csak hagyj, menjek el. Bementem, utána én is ott rögtem a túloldalon, és akkoriban már felléptem a Thália Színházba, ahol a Kovács Laci barátom fellépett, és ott volt. Összette össze a jelentkezési lapokat. Mondom, Laci, könyörgöm, tedd be alulra a lapot, hogy legalább lássam a többieknél, hogy mit kérnek.
20 tagú felvételi bizottság letette az asztalra, továbbadta, továbbadta, mindenki forgatott rajta egyet, beért középre, Baros Imre, felveteszte a Rajnai László, de megtanultam valamit, középre kell rakni, nem tetejére, és kérdezték, hogy hát artista felvételi, mit tud akrobatikában, mondom, semmit, szóval olyan nincs, valamit csak tud. Magamban mondta, hát a bukfenc az nem egy olyan nagy teljesítmény, mondom, semmit. Szóval Baros, valamit csak tud, mondom, valamit csak tud, akár tudok zuhanni. Zuhanni? Mondom, igen, mert most tanulom meg, már csinálom kaszkadőrként. Na, zuhanjon! Zuhantam. Vége, sikoltozás, szaladgálás, minden, és ebben most jön a végén az igazi tanulság, hogy azt mondja hátam mögött a házaspár, így hátulról, szóval, na, fölvették. Na, nem tudom. Szóval mi az, hogy nem tudja? Hát mondom, nem tudom, a saját nevét csak tudja. Mondom, azt tudom, csak nem tudom, hogy hallottam-e, vagy csak szerettem volna hallani. Szóval menjen oda, kérdezzem meg. Oda mentem, sorba álltam, ugye sok kérdés volt sok emberrel. Baros kérdezi, mi van? Mondom, elnézést, de most nem tudom, hogy tovább jutottam el. Szóval hogy hívják? Mondom, Rajnai László. Szóval magam már föl van véve. Bocsánat, ez muszáj, mert ez a lényeg, ezért mondtam el lényegét. Ezekkel. Jön a házaspár, de akkor érthetetlen. Ja. Jön a házaspár, azt mondja, na mi van? Fölvették? Mondom, föl. És nem örül? Mondom, de. Mondom, mit örüljek? És akkor jöttem rá valamire. Az öröm az egy társas játék. Ahhoz kell egyedül nem ember. Lehet örülni. Hát fölültem a vonatra, utaztam 3 órát, hazamentem, becsöngettem, anyám kinyitotta az ajtót, mondtam, hogy fölvettek, és örültem. Uh-huh. És akkor élted meg ezt az örömöt. Na hát azt mondtuk itt az elején, 23 évre kell visszamennünk. Nekem rövidebb a nagyon jó volt. Jó, de ezt felismerted magadnak, vagy mások világítottak rád, mielőtt besételtél a rádióba? Hát igen. Hogy alkalmas vagy erre? Abban van némi hasonlóság, igen, ahogy mondtad, hogy hát az osztályban, uh-huh. Most nem feltétlen azért, mert hogy nem voltam sikeres a lányoknál, vagy magamat esetleg úgy... Most fényezed magad. Nem, csak ez olyan borzasztó, hogy tényleg, hogy azt mondják, hogy akinek, nem tudom, humora van, vagy aki hát vicces gyerekként, az biztos, hogy hát ő az, akire rá se néznek a lányok, meg szóval ő az, aki, hogy, amit mondtál. Ezt nem mondtam. Na. Igen. Na, szóval én ezt nem tapasztaltam, de igazából a lényeg az, hogy valóban ez megvolt, tehát én nagyon szerettem már itt mindenféle közösségben kitűnni, meg szórakoztatni embereket, és aztán tehát ez egy véletlen találkozás Ivánnal, de hát ezt már sokszor elmondtam, hogy... Azt persze, de az ember ezt akkor úgymond mielőtt bekopogtál a rádióba, mégiscsak tesztelted az embereken, hogy ez működik, tehát én ebben van egy kis kraft bennem, bizonyos igen, értelemben. Lehetek, és ezt az ember azért úgy felismeri. Persze, bizonyos értelemben, igen, de úgy mentünk el, és úgy vittük be azt az első számunkat, hogy majd ott lesz az igazi megmérettetés, tehát hogy megnézzük azt, hogy ha ott teszteljük le, akkor az hogyan működik, és rögtön be is dobtak másnap a nyilvános felvételen, ami hát csodálatos volt. Igen, és onnantól röpültél. János. Akusztikát tanítasz. Már ez egy olyan misztikus sok-sok ember számára, pláne, hogy ez az akusztika, meg aztán a nevetés hogy is fog össze, mert hogy a nevetésről még egy könyvet hát is sikerült írni. Nevetésnek van hangja. Na most ezt mutatják sokan. Én azt hittem, hogy majd úttörő leszek ebben, de ahogy a bármilyen csúnya szót beütünk az interneten, és odaírjuk, hogy university meg research, biztos, hogy az amerikaiak már kutatják. És hát tényleg valaki kiderítette, hogy 1000 felvétel alapján, hogy mindenki ilyen ha-ha-ha, hi-hi-hi, így nevet. Ha persze egy mikrofont odatugnak az orra alá, hogy nevessen bele, akkor így fog. De ahogy most az Olivier nevet, például ez nem, ez egy másfajta nevetés. Ez egy másfajta nevetés. Nem baj, hagyjuk magára, mármint én figyelek rád. Tehát azt látom, hogy el lesz így. Szóval hogy van nagyon sok penetráns nevetés van, és férfi társaságban például a nők kacagó gerle nevetéssel nevetnek, mert ez egy imponálás forma. És akkor egymás között ezt is nézték, sokkal elviselhetetlen visítások vannak
férfiak is. Tehát amikor nem figyelünk oda, vagy nem felvétel van, hogy teljesen mindegy. A bátyám nevetett úgy, hogy falnak lehetett tőle menni, és aztán rájöttem ilyen, 2000 hercen, ez négy vonalas C-t jelent, tudnak a férfiak visítani fönt, várom, hogy mikor jön ki Olivierből egy ilyen hang, és ez melyik madár? Spontán jön ki az emberből, akarattal nem tudok 4000 vagy 2000 herces hangot létrehozni, de amikor egy nagy poén van, és kitör az emberből. Szóval ezt kezdtem el kutatni, és akkor utána rájöttem, hogy ez egy nagyon érdekes téma. Az akusztika, hangszerek világa az remek, de ez azt vizsgálni, hogy mitől jó valakinek a humora, és mitől gyengébb, mi a paródia lényege, mit jelent a tréfa, miért nem szeretik sokan az abszurdot, és miért szeretik sokan az abszurdot. Tehát ezek a dolgok, egy picit gondolkodni rajta, hogy is van ez jó. A másik, hogy nagyon sok előadást tartottam zenészeknek tudományról. Hát ez már eleve vicces. Úgyhogy muszáj volt olyan stílust kitalálni, ahova úgy beberakok egy-egy karikatúrát, egy filmrészletet, ahol kizökkentem őket a tudományból, hogy ne vegyék már észre, hogy tanulnak. Az egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, hogy miben különbözik a humorérzék, tehát embereknek miért nevetünk más dolgokon, miért tudunk, vagy van-e olyan, létezik olyan humor, létezik egyébként, amiben mindenki megtalál jó, valamit, amiben, igen, szóval, hogy amit mindenki ért hát, valamilyen mindenki szinten, ért, vagy lereagálja. Mindenkihez elér, mindenkihez szól. Hát olyan, mint az irodalomban, Shakespeare az működik, és mondjuk a humora már egy kicsit lassú. Van olyan, hogy megbocsájtó nevetés, együttérző nevetés, gúnyos nevetés, tehát rengeteg féle nevetés van. Mániákosan vonzódom a busidóhoz és egyebekhez. Például a japánoknál, öltözőben beszélgettünk, ott szó szerint, hogy mondjam, tanulják, adják át egymásnak, hogy akár a halál szemébe nevetni, vagy az ellenséget fölhergelni, vagy a nevetéssel jelezni a bátorságunkat, tudásunkat, hogy nem félünk, stb. Tehát millió megjelenési formája van a nevetésnek. Egyébként még egy mondat, én szeretem a többszörösen összetett, bővített mondatokat. A végén mi is megszeretjük. Élet rászoktatja az embereket arra valahol, nagyon helytelen, hogy ne nevessenek. Tehát olyanról már hallottam, hogy valaki a polgármesteri hivatalban kisírt magának egy lakást, de hogy kirögjön egy lakást. Igen, arról kevésbé. De kapcsolódnék egy kicsit ahhoz, amit itt az előbb mondtál, hogy máshogy értelmezünk. Lehet, hogy az élet szakaszoktól is függ, ki tudja, hogy ki milyen helyzetben van. Amikor ti például egy műsort csináltok, akkor beméritek azt, hogy ki az mondjuk akár életkorban az a különbség, közösség, akihez szólni kell? Vagy ugye egy bohócról is azt mondjuk, azzal kötjük össze, hogy egy gyereket elviszünk a cirkuszba, és hogy a gyerek nevesen, hogy ez sokkal komolyabb dolog annál, és felnőttek is még kapcsolódnak komolyabb a bohócokhoz. Szóval ezt figyelni kell egy nevettetőnek? Bizonyos szempontból igen, tehát nálunk rögtön van egy szűrő, mert nekünk van egy gag csapat, tulajdonképpen egy hárman vagyunk, és mikor felvetjük a témákat, hogy mivel foglalkozunk, akkor az már ott egy szűrő, és akkor olyan témák, amiről azt gondoljuk, hogy esetleg ez több embert érdekelhet, vagy több ember számára izgalmas lehet, vagy valami olyan aktualitáshoz kapcsolódik, amiről most mindenki beszél, akkor elkezdünk azon agyalni. És hogyha valaki bemond valamit, és azon ott mind a hárman nevetünk, akkor az már egyfajta szűrő, azért három különböző ember már ott ül. Mindenkinek megfelelni nyilván lehetetlen. Persze. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem lehet egy ilyen precíz pontossággal bemérni, hogy most az most milyen lesz majd. Nagyon sokszor fordul elő, hogy valamit megírunk, ami nagyon-nagyon humorosnak tűnik, és előadva kevésbé lesz az, mint gondoltuk, és van fordítva, hogy leírva tűnik kevésbé humorosnak, viszont előadva, megcsinálva a jelenetet, meg nagyon-nagyon szórakoztató lesz, szóval ez nagyon nehéz folyamat, és nagyon izgalmas alkotói munka is egyben, szóval hogy mi lesz a végeredmény, egy izgalmas. Szóval.
A bohócoknál adódik egy speciális dolog. Nincs olyan, hogy homogén közönség. Tehát ha azt mondják, hogy két változatot mondok, hogy cirkusz, jön a gyerek. Gyerek nem jön, hozzák. Tehát két felnőtt, egy gyerek. Szegény gyerek, egy felnőtt. Tehát már 50-50%. Jó, azt mondják, hogy jó, hozzák teherautóval a gyerekeket, pedagógussal, akkor elmondom, a gyerek nem magától jött, pedagógus jött vele, gyerek szétröhögi magát, pedagógus bemegy, azt az igazgató, milyen volt? Hát, többet nem viszik a gyerekeket cirkuszba. Tehát mind, oda kell figyelni mindegyikre. Ja, és innen nem leszek hosszú, mert lennék. De mondjad nyugodtan, egyáltalán, hogy mi a bohóc titka? Mert ugye szerintem az egy nagyon szerves része egy cirkuszi produkciónak, és egyáltalán egy bohóc iskolában meg lehet tanulni, nevetni? Az valahol belül jön. Annak idején, amikor én jártam a bohóc suliba, artista iskolába, utólag megtudtam, hogy ment a vita a tanárok között, hogy egyáltalán ez tanítható-e. Hát ez az. És ők maguk kimondták, hogy maga a dolog nem. A fogások, trükkök, szakmai, például a humornak van egy ritmusa. Ha azt a ritmust az ember eltalálja, megtalálja, akkor hülyén hangzik, bármit el lehet adni. Na ez egy nagyon fontos dolog, és nekem sokszor itt van problémám például, és én nagyon jó közönség vagyok, én minden műfajt nagyon-nagyon szeretek, én nagyon jól tudok mindenkin szórakozni, tényleg én, legyen az a stand-up comedy-től a paródián, de én például azt látom, és a stand-up comedy műfajra nagyon igaz sokszor, hogy nem elég jó dolgokat mondani, jól kell tudni mondani. Tehát ebben a műfajban egy hangsúlynak, egy vesszőnek, egy pontnak hihetetlen jelentősége van. Tehát az egész, lehet bármilyen jó, amit mondani akarok, ha én azt nem tudom olyan hangsúllyal elmondani, ha én nem oda teszem azt a vesszőt, az egész elszáll, és az egész semmibe veszik. A paródiáitoknak is ez a lényege, ez a maga a ritmus. Woody Allen fogalmazta meg, hogy 10 másodperceken múlnak dolgok. Tehát nem tudom, milyen a zenei érzéketek, mert ha mondtad a táncot az előbb, szóval, hogy ha a humor ritmusára gondolok, a akkor háttérben... Trombitán tanultam 5 évig, úgyhogy... Jó. Uh-huh. Tehát, hogy a zene ott kell legyen, mert ezen múlik mindig az időzítéseken. Egy bohóc tréfa, hát sokszor tulajdonképpen semmi. Nem történik semmi, mégis, hogyha az jól van megcsinálva, az a 2 percnyi anyag, akkor az emberek dőlnek. Sajnos a világban lévő bohócok, több ezres tömegei, ezek a születésnapi bohócok Amerikában léteznek, ez katasztrófa, és ilyen filmeket is látunk. Én azt gondolom, a világon van mondjuk 20 olyan bohóc, amelyik zseni, olyan Hoffi-szerű zseni, hogy a semmiből letesz a földre egy kötelet, és azon csinál kötéltáncot. De bocsánat, én Charlie Chaplinen is tudok nevetni a mai napig, és azt mondom, hogy lehet azt mondani, hogy az egy korszak, és hogy ez lehet, hogy ma már azt mondaná valaki, hogy ez nem korszerű, mert nyilván egy némafilmes világban, hát egyszerűen fantasztikus. Hogy mozog? Fantasztikus. Persze. Tehát egyszerűen... gyerekkorom példaképe volt, és én azt mondom mai napig, hogy Chaplin óta nem tudunk újat kitalálni. Valamit most nagy, rafináltan kitalálsz, megnézed a régi filmeket, ott van, megcsinálta. Ez egyetértek. János, amikor mindig összekapcsolod természetesen, mert megértettük a zeneiséget, meg a nevetést, vagy most nevezzük humornak a mosolyt, ez azt is jelenti, hogy ugyanazt az agyféltekét használjuk? Tehát annak megy jobban? Tehát ezek összefüggnek? A zeneiséget is onnan... Ugye az onnan húzzuk jobb, elő? Jobb oldal, ugye az jobb oldali agyféltekéről szoktunk beszélni, és általában a zenészeknek jó humora van. Ugye, hogy valahogy ez összekötet? Igen. Én még azt mondanám, a humornak, a nevetésnek a feltétele egyfajta szeretet. Tehát ha én nem kedvelem mondjuk az Olivéréket és a műsorukat, bármit csinálnának, akkor az van, nem fogok rajta nevetni. Elmesélni esetleg el tudom baráti körben, és akkor esetleg nevetünk a poénokon, de minden egyes ilyen humor, egyéb nevetés ügynek az alapja a gúnytól eltekintve, hogy ha jól érzem magam, hogy ott van egyfajta szeretet, nagyon nem szeretem ezt a szót, mert sokan biznisz csinálnak belőle a szeretetből, de tény az, hogy ott kell legyen, hogy kedvelje a közönség. Mondtad a zenészeket.
beszélget két zenész, azt mondja, hány éve zongorázol? Szóval 10, 5-öt letagadhatsz. Mint ahogy a humorban is fontos az időzítés, ahogy mondtátok, úgyhogy most éppen ideje van annak, hogy bejöjjön a meglepetés vendégünk, aki egy szakértő, aki egy kicsit a lelki oldaláról is megvilágítja a nevetés fontosságát. Fogadják szeretettel. Mai meglepetés vendégünk professzor dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervájzor, a pszichológia tudomány kandidátusa. A kacagás lelki kocogás. Az álnevetéstől az igazit az különbözteti meg, hogy az igazi nevetésnél a szem is mosolyog. Fogadják őt nagyon nagy szeretettel! És hát mindenki nagyon örült neked, Emőke, de szerintem a János a legjobban, mert itt nem mondtuk el a bevezetőben, hogy az a bizonyos könyv, amit a nevetésről alkotott, azt nem egyedül tette, hanem ez egy közös munka volt. Ehhez kellett a te háttered is, és hát arról sokat beszéltünk, hogy mennyire kell ez az érzelmi fejlődés. Sünkhöz. Tehát, hogyha valakinek ez nincs meg újszülött korban, ami tőlünk is függ szülőktől, akkor ez nagy befolyással van a felnőtt életünkre. Hát ez egy csodálatos dolog, csak nagyon dióhéjban mondom. A 9 perces újszülött már vissza tud mosolyogni, és ezt meg is ismétli szinte kifáradásig, fantasztikus, és ezt egy Melcoff és Mohr nevű szerző igazolta, de még sokan azóta mások. Az egész érzelmi fejlődésünk rákottázható arra, hogy mi hogyan hangokat, hogyan adunk ki, szemkontaktus és a hang, a mosoly, a nevetés, a derű az arcon, a mimika, hatalmas szerepet játszik. Hát ha meggondoljuk, hogy a kommunikációban, bocsánat, de a szavaknak 7%-os a jelentésben a szerepe. 38. A hang, a hangszín, a ritmus, a dallam, az intonáció, prozódia, szóval minden, ami a hangi, és a többi meg nem verbális. Szóval óriási a mosoly is, és amikor kihagyjuk a hangot, ugye ha-ha-ha, vagy hát különböző ugye, dallam képlete van a nevetésnek, olyan óriási mozgósulás történik az érzelmi agyban is, és azonnal a hídon keresztül ugye az okos agyunkban is, a reális, racionális agyban is, és a humor, hát az, én hallgatóztam, ugye én hallottam, olyan szívesen betrappoltam volna bizonyos pillanatokat a műsorban, egy óriási, mert a humorhoz éles ész kell a felfogásához. És hogy olyan érdekes, hogy a paradoxon maga az, amikor valahogyan a képtelenség felfogása, a pillanat, amikor megértjük. Mert hisz a humor érzékhez hozzátartozik egy olyan fajta finom intelligencia, és azt mondhatnám, hogy hogy fogja föl az ember, hogy esik le a tantusz, így szoktuk mondani hétköznapi nyelven. De ott... Az nagyon érdekes, hogy ez a pillanat, amikor ez a paradoxon előáll, hogy az okos agya azt mondja az embereket, az szabásság, finoman szólva. Abban a pillanatban megingerlődünk, és kibudjan belőlünk a nevetés. És így a két agyféltekének nagyon sajátos összjátéka ez. Tény az, hogy a szüleink nagyon sok mindenre taníthatnak meg, ahogyan ezt ugye el is mondta János, hogy kezdetektől az, hogy az anya például hogyan nevet, mosolyog, és hogyan viszonyul a dolgokhoz, mert a mosoly nem egy üres dolog, hanem egy olyan érzelmi kifejezés, aminek van egy jelentéstartalma, hogy mihez kapcsolódik hozzá, és hogy és az amigdala nevű agyi mag, és már többet nem mondok ilyen neurológiai hátteret, vagy de még értjük, hála Istennek, addig mondhatod. Egy olyan jobb agyvértekei mag, ami például a feszültség, amikor mi kiadjuk a hangot, hogy ha-ha-ha, akkor mi feszültséget oldunk és adunk ki magunkból, és az amigdala, ami ugye egy olyan központi mag, ami ennek a szabályozásában részt vesz, például nagyon jól lenyugszik. Tehát tulajdonképpen, amikor megnevettetnek minket, akkor mi feszültségtől szabadulunk. De annyi, ahányan vagyunk, annyi félén nevetünk. De az, hogy milyen hangokat adunk ki, abból azért le lehet mérni valami? Hát én nekem egy jut az eszembe, hogy a férfi-nő kapcsolatban elemezték azt, hogy amikor egy férfi igazán megudvarló módon, kedveskedő módon, ugye egy hölgytársaságot viccekkel traktál, akkor a nők hajlamosak arra, hogy egy sajátos hangmintázatot adjanak ki, amit gerlekacajnak neveztek el. Ennek a mintázata egészen sajátos. Szóval igen. Ebből lehet olvasni egyébként, hogy sikeres-e az a erőködés, hogy nevetetni tehát akarunk. Tehát akkor azt mondod, János, hogy te bárkiről leméred, például ha becsuknád a szemed is, és eltekintünk attól, hogy a szemünknek is mosolyogni kell a valódi mosolynál, bizony. A hang alapján is meg tudod csukod szemed, hogy ezt valaki most csak oda teszi-e, vagy érti, érzi, szívből jön-e? Egy profi foglalkozásbeli hölgynél nem
Színész, az becsap. Én sok ponton Oliverhez nagyon kapcsolódtam volna már menet közben is, és hát muszáj, hogy legalább erről néhány szót mondjak, hogy tényleg tulajdonképpen kinevettet meg minket, és hogy ebben az, hogy egy karaktere van a nevettetőnek, egy jellegzetessége, szóval van egy személyiségi felségjelvénye, mert hogy itt sorra hozhatom, Kellér Dezső megfogja a függönyt, ugye kilép, és még meg se szólal, de vannak mozdulatok, van, aki így vezeti fel magát, vagy Alfonso, hát én most olyanokra emlékszem, és említem, nem tudom, hogy a tisztelt hallgatóság egyáltalán, vagy nézők egyáltalán emlékeznek, remélem emlékeznek, de ugye Alfonso, emlékszik, ide figyeljenek emberek, hát sajnos én ezt nem tudom tökéletesen mondani, de erre a mondatra rögtön valami olyan figyelmet ölelt magához, és rögtön valahogy szívébe fogadja az ember. És mi az egyetemen csináltunk egy olyan vizsgálatot, ahol humoristáknak néztük nagyon sokféle szempontból a munkáját, hogy az a humor stílus, amit képvisel, hát ugye van ilyen hivatalos rendszer, amit kidolgoztak, hogy milyen humor stílusok vannak, hogy az affiliatív, szóval a szociális, amelyik kedves, amelyikre az ember szíve úgy megnyílik és fölmelegszik, van az ilyen elég kemény, az agresszív típusú, a szarkazmus, az irónia, és így tovább. És vannak olyanok, amiben az ember öndicsér és önmagát, ugye, nagy Münchhausen, hogy hajamnál fogva kihúzom magam a mocsárból, szóval ezek a nagyzásiak, és vannak az önlekicsinlők. És milyen érdekes a nőknél például az önlekicsinlő humor az, ami elég gyakori, és amire érzékenyen reagálnak az önlekicsinlő, hogy ez miért van, alapos elemzést nem csináltak, de nagyon érdekes. És hogy a férfiak például inkább ezt az erős, kemény humort alkalmazzák az egymással való kommunikációban, betartanak egy kicsit egymásnak. És akkor hát még a humorstílusok szempontjából ugye azt elmondanám, mást itt nem szabad talán említenem, de Hoffi is az elemzésbe került, és nála egy olyan különleges pluszvonás volt, amit mi intellektuális humornak neveztünk. És ez nagyon érdekes, mert olyan módon vonzotta be egy perc alatt a közönséget, hogy először leszólta őket. Na leesett a tantusz, meg hasonlókat mondott, ha emlékszünk erre. Igen, és kiszólt, aztán, igen, és aztán de ez jellegzetes volt, a stílusának a mintázatából kibontható volt, utána, miután így ugye jól orron csapott minket, hogy milyen kis butuskák vagyunk, vagy hogy értjük-e már, akkor felemelt minket azzal, hogy ajánlott egy szövetséget, hogy én is olyan vagyok, komám, mint te vagy. És ebben a szövetségvállalásban emelte föl úgy a nézőt, hogy mi annyi ettől lett, legalábbis az ő humor stílusában ez lett a jellegzetes mintázat. Azért kell arról is beszélnünk, hogy azért milyen fizikai hatásai vannak egy-egy nevetésnek, mert ugye eleve, hogyha kimutatták, hogy ha másokkal együtt nevetünk, akkor feloldódnak a gátlások, jobb lesz a probléma megoldó képességünk, javul a közérzetünk, megnő a tolerancia mások iránt, aztán a terhelhetőségünk növekszik, a stressztűrő képességünk jobb lesz. És most csak azért puskáztam, hogy gondolom, hogy egy listát lehetne megfogalmazni. De akkor jogos a kérdés. Vannak kivételek is, amikor nem szabad nevetni. Na erre, ezt akartam hasmenésnél mondani. Jaj, de nem ilyenre gondoltam. Aztán protézis esetében, ugye vannak a reklámok. Én a kukorica evő reklám helyett egy nevetős reklámot tennék, amikor a régi ragasztóval elrepül a protézis nevetésnél, és a másiknál pedig nem. Viszont ez komoly és nem vicc, az asztmás gyerekek nem nagyon nézhetnek klinikákon vicces dolgokat, mert az rohamot okoz. De akkor ezt fordítsuk csak abból a szempontból komolyra, hogy mondjuk az ember szomorú, és hogyha ennyi jó hatása van egy nevetésnek, akkor szomorúan kell erőltetnünk azt, hogy nevessünk? Bele tudunk kerülni egy olyan spirálba, hogy az kihúz bennünket egy rossz helyzetből? Nem tudom, hogy ez mennyire függ össze az ember személyiségével. Nem tudom, alapvetően igen. A humor. Tehát nekem egy barátom, és pont a párom mondta, hogy annyira szereti azt, hogy én mindig jókedv, mindig vidám vagyok, mindig olyan optimist, és ez a barátom is azt mondta, hogy amire én nem is gondoltam, mert hát nyilván az ember együtt van, jól érzi magát egy társaságban, de azt mondta, hogy annyira jó a társaságodban lenni, tehát nyilván az ember erre nem figyel, és anélkül, hogy bármi konkrétumot megfogalmazott volna, hogy miért, azt mondta, egyszerűen csak amit kisugárzol, tehát az a pozitív, az a vidám, az a nagyon optimista
lényed önmagában az feltölti az embereket, és ezért jó. De szomorkodni is jó együtt, és ettől a kocsmák forgalma például maximálisan úgy érzem néha, hogy a humor az egyfajta vészkijárat. Tehát ki lehet jönni valami alól, vagy valamiből. És amikor ezt a humorral mi megoldjuk, abban a pillanatban fölkínáljuk ezt a vészkijáratot, és boldogan velünk tart, és akkor utána úgy van vele, hogy veled jó lenni, mert mindig kívül kerülünk a tragikus körön kívül, muszáj kijönni. Méregtelenítő eljárás a humor. Igen, és tulajdonképpen tisztességből meg kellene a viccet és a humort különböztetni. Bizony. Mert a humor valóban olyan, úgy nevezi a pszichológia az én műnyelvemben, hogy coping, lelki feszültség feloldó eljárás, ami arra használatos, hogy olyan helyzetekben, amikor az ember már csak fölnéz az égre, nincs mit tenni. Mit csináljak már? Beszorultság, akkor fölemel, és valóban ez az, ami rangsorolták, hogy melyik a legmagasabb szintű ilyen feszültség megoldó eljárás, humor került legmagasabb szintre. Tehát tényleg megszabadít. Valószínű ennek, bár én nem értek hozzá, azért ilyen immunstimuláló hatása is van, ugye? Ó, igen, biológiailag. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk betegeknél ez egyfajta öngyógyító mechanizmus is? Meg kell mondani, hogy mint hogy van egy immunstimuláló hatás, és van egy endorfin és ilyen kedélyjavító hormonokat is inspiráló vagy mozgósító hatása, ezért biológiailag biztos, hogy nagyon nagy a szerepe. De azért itt most annyi mindenről beszélünk, mert ugye mosoly, vagy nevetés, vicc, humor, próbáltunk azért ezek között bármennyire is különbséget tenni, de azért úgy érzem, hogy nevetnünk, mosolyognunk, tényleg kellene, nagyon sokat naponta. De aki például állandóan viccelődik, az nem egy menekülés? Hát az állandó... Tehát az... aki állandóan viccelődik, hogy az valamit magából akar... Először takarni. Ő menekül önmaga ugye? Elől, aztán az családja, és a barátai is. Na jó. Mire már kezdek rábólítani valami vicces, és csak oda rak. És jön a csavar a ez igaz. Jól mondom, tehát vannak azok a típusú emberek, akik állandóan és mindenből viccet csinál, az valahol az élet kikerülése. Igen. 400 vicc egyszerre. Létezik ez a típusú ember. De azért a viccel kapcsolatban személyesen hagyd mondjam el, hogy mikor esett le nekem a tantusz, hogy a viccnek valóban milyen aktuális feszültség elvezető hatása van. Megbüntettek gyorshajtásért, mindenkel megesik. És ahogy beültem utána... Része, na, jó, nem. Beültem a kocsiba, mit ad Isten? Rendőrviccek jutottak az eszembe, másnak nem szoktak. És megértettem, hogy erről van szó. Semmi bajom egyébként a rendőrökkel, legyenek is a rendőrei. Meg azzal se, hogy hibáztam. Csak az, hogy az emberben fölgyülemlett aktuális feszültségeket, hogy tudja valahogyan úgy lecsapolni, és hát amikor együtt vagyunk és összenevetünk, hát valójában bocsánat, tehát anyósa mindenkinek van, különböző kapcsolati szinten működtetjük ezt. És ugye, mikor anyós viccekről szó van, mind tudjuk, hogy hát nem a mi anyósunkról van szó, hanem arról a bizonyosról. Összenevetünk és feszültséget csökkentünk, de sok dologban vagyunk így, hogy cinkos módon összenevetünk, és akkor valahogy az odatapadó feszültség megszűnik. Egyébként van tipikusan magyar humor, amit teljesen el tudunk választani más népek? Hát lehet, hogy vannak olyan népek, akik abszolút. Most tanulják van ezt olyan, egyáltalán neves. Van olyan, amin csak mi tudunk röhögni, tehát... Szerintem így nagyon nehéz ezt szerintem megfogalmazni, hogy tipikus magyar humor, az biztos, hogy nagyon kifinomult, tehát a magyar embereknek egészen elképesztő humorérzéke van. Tehát a nyelv, az adja magát. A nyelvből is adódik, ez kétségtelen, és azért mondhatom, hogy világlátott emberként elég sok helyen sok mindent tapasztaltam, és tényleg azt látom, és azt érzem, hogy nekünk valahogy annyira speciálisan jár az agyunk, sokkal különlegesebben, és nagyon igényesek vagyunk, szóval, hogy nagyon kifinomult a mi érzékünk erre. Én mondom, ezt tapasztaltam. Szóval létezik olyan, nyilván tudjuk, a zsidóságnak csodálatos több ezer éves humorforrásai vannak, 300-400 éves történetek és viccek, ugyanígy a székely embernek a gondolkodás módja olyan, az alapít, azt hiszem, hogy az a
csoport, kultúra mennyire használja a hétköznapokban? Tehát az, hogy összejövünk, elmegyünk egy vígjátékot megnézni, ott nevetünk, ez egy dolog, ezen a japánok is tudnak nevetni, de a hétköznapi létükben nincs ott, tanítok japán, a kínai hallgatókat, és nincs ott a bármelyik pillanatban elnevetem magam valamin. Ez nálunk remekül működik, de azt azért elmondanám, hogy inkább ez a csavaros gondolkodás és képekben való beszéd, ez a vidéki emberek humora, és a városi ember urbánus humora az még csavarosabb. Tehát olyan mellébeszélős egy kicsit, ez az örkényi humor, karinti humor, ez fantasztikus, nagyon sokan nem szeretik, nem értik. Tehát igen, ismerek embereket, aki az örkény egyperceseket nem szereti, nem kedveli. Egyébként pedig tudni kell, hogy háromféle ember van, aki tud számolni, meg aki nem. És még egy nagyon fontos, hogy például a párkapcsolatok esetében nekem az volt, az például a környezetemben, és én mindig azt mondom, hogy én bocsássanak meg most azok, akik esetleg olyan házasságban, vagy olyan kapcsolatban élnek, és biztos, hogy van kivétel, de én el nem tudom például képzelni, hogy nekem egy külföldi párom legyen. Tehát, hogy egyszerűen hogy bármilyen jól beszél az ember egy nyelvet, és a humor az ugye annyira fontos része a pillanatainknak, hogy bizonyos dolgokat nem lehet úgy elmondani egy másik nemzetiségű embernek, aki teljesen más rendszerben, más életben élt, szocializálódott, mint mi, nem lehet összekacsintani, nincs meg az a cinkosság, amiről Emőke beszélt. Szóval, hogy annyira fontos, hogy amikor két ember jó humorérzékkel érzi egymást, és nem kell megmagyarázni, mert rögtön ért valamit. Meg nem sértődik meg a másik, szóval az egy fontos. Igen. Igen, hát érzelmileg tudunk a humoron keresztül kommunikálni, és amikor egymásra mosolygunk, vagy összenevetünk, akkor az úgynevezett utalás zajlik, hogy szoktuk mondani, hogy félszavakból is megértjük egymást, mikor már egy kicsikét összehangolódtunk. És valóban óriási az, ahogyan csak egymásra nézünk, már rögtön beugrik valami egy adott jelentéssel kapcsolatban, és itt van a jelentésnek az a csodája, hogy a mi nyelvünk rendkívül sok szimbolikus és képi elemet tartalmaz, és ezért eleve az érzelmi agyat nagyon bevonja, és innen jön ez a véghetetlen gazdagság és szépség, ami ebből kibomlik, és innen a változatossága a vicceknek, a humornak, és hogy valóban olyan hullámhosszokon tudjuk elérni egymást, ami csodálatos. Egy szó, és az egész társaság nevet. Egyébként meg visszatérőleg, már bocsánat, ezt nem hagyhatom ki, hogy mikor nagyon-nagyon nevetünk, igenis, nagy áldás, hogyha a záróizom fenyegetettség állapotába kerülünk. És azt is elmondom, hogy ez miért olyan nagyon jó. Mert hogy igazolták, hogy biológiailag annyira megmozgatja a szervezetet. Például, aki obstipál, mindjárt tudjuk, miről van szó, például, hogyha rendszeresen néz nagy nevetetők filmjeit, akkor a bélmozgások úgy megélénkülnek, hogy gyakorlatilag megszűnik egy ártalmas tünet. És a jó humorú embereknél nincsen székszorulás. Na például ezek ilyen egyszerűen. És akkor ezek... Én ezért hallgatok fél igen órája. Olyan érdekes, ugye azt mondjuk nevetés. A kinevetés szóban is ott a nevetés. Közben egy egészen más dologról kell beszélnünk a kinevetés kapcsán, hogy ez milyen hatással van arra, aki csinálja, igen, és annak, akinek ezt okozza. A kinevetés mutatja, ugye beszéltünk a baba nevelés, kapcsolat, kommunikáció okról, de a kinevetés az az emberi csoportkultúrák létrejöttekor automatikusan. Ez egyfajta agresszió a másik csoporthoz tartozók ellen, és nem eszkalálódik, nem lesz belőle verekedés, nem ölöm meg, nem szúrom meg, kinevetem. Ez valamivel enyhébb, kicsit hasonlít a kutyaugatásra. Kerítés mögött, a kutya jó, kiugatja magát, véletlenül vége a kerítésnek, nem tudja, mit kell csinálni, mert harapni nem akar. Na most mi meg vagyunk egy közösség, és akkor megjelent egy piros hajú. Kopasz, direkt nem mondtam. Tehát egy piros hajú. És akkor megnézzük, hogy hát olyan érdekes piros vagy zöld haja van, és akkor úgy összenézzünk, hogy zenetudományi szakra jártak ilyen fiúk Németországban, és akkor én is, ez ide jár. Nem az indiánokhoz. Tehát, hogy...
És akkor a nevetéssel oldottuk azt, hogy ő más. De olyan kinevetés is létezik, amikor ha valakinek van öniróniája például. Az csodálatos. És az jól tud magán is, tehát mondjuk valamit, nem tudom, csinál egy szerencsétlen mozdulat következtében valamit. Hát vegyük a Cyranót. És mert magamat kinevetem. Hát lényegében így van. Az órát. És ott van valaki abban a helyzetben, egy partner, egy társ, vagy akár egy közösség, és elkezdenek nevetni, mert lehet, hogy tényleg egy vicces szituáció alakult, és közben látják, hogy az is nevet rajta, akivel megtörtént. Szóval lehet ez még aranyos is adott esetben. Szóval ebben nagy felelősség van. És nagyon nagy iszonyú, hogy a másikat megbántom, védik, sértem, vagy éppen segítek neki, vagy az ő problémáját oldom meg. Tehát soha nem szerettem azt a humort, ami olyan, mint a kés, ami vág, ami bánt. Az nekem... Igen. Bocsánat, osztályidegen. Viszont én szeretem azt a kést, amelyik vág. Szalonnát, hogy normál. Én csak azt szeretném hozzátenni, hogy igenis a kirekesztésnek egy módja, hogy kinevetjük a másikat, egy közösségből kizárjuk, vagy akár a kapcsolatból kizárjuk, és a szeparáció az emberi lét legalapvetőbb és örökké tartó félelme, a halálfélelem és a végső szeparációtól való félelem, és ezért, ahol olyan helyzet ér minket, olyan élmény, hogy úgy érezzük, nem tartozunk oda, ki vagyunk rekesztve, az nagyon súlyos trauma a léleknek. Igen, engem kirekesztettek. Egy kolléganőmnek bementem, volt valami műtétje a sebészeten, jókat rögtünk, másnap, amikor bementem, csak ennyit mondott az orvos, maga ki van tiltva, tegnap mindenkinek főszakadt a sebészet. És ez a volt. Most azon gondolkodom, amikor itt az irónia is szóba került, ugye a kinevetés kapcsán, hogy egyáltalán az iróniát, azt az ember úgy mikor kezd érezni, hány éves korban? Mert ugye ez nem velünk született képesség, hogy vajon ez hogy alakul az életünk során? Tehát nem jön össze. Kamaszkorban kezd kialakulni ez a, hogy disztingválni tudunk, ráérzünk, és korábban nem. Hát a gyerekhumor egyébként az olyan édes és bájos, mert igenis van gyerekhumor, abból adódik, hogy a gyerek a nyelvet nem tudja, még a jelentések árnyalatait nem tudja úgy használni, vagy magát a jelentést nem. Hát hazamegy az a kis óvodás kislány, és az anyukájától azt kérdezi, mama, légy szíves, mondd meg, mi az a végbél sikoly? Ugye végből sipolyt akart kérdezni szegényként, de ugye az meg, hogy amit tud. Mert amit tud, ugye ő ahhoz viszonyít mindent, amit már tud és ért. És nagyon édes történetek vannak. Én például a gyerek humort, vagy ezt a spontán, a gyerek tudatlanságából adódó ilyen viccelődéseket, például gyűjtöm is, mert a gyerek szájtól szebb és okosabb nincs, mint ahogy kibontakozik ebből az értelem. És ez bizony majd kamaszkorban, ahol is nagyon mimóza érzékenységek is kialakulnak ennek kapcsán. De egyébként az, hogy például egy gyerek, ez nyilván egy másik téma, de hogy azoknak a gyerekeknek jön sokszor ez a nagyon spontán humor, azokra a gyerekekre jellemző azért, akik úgy is vannak nevelve, hogy egy olyan családban, egy olyan közösségben, ahol azt látják, hogy azért van egy társasági élet, egy jó kedv, egy jó közösség, és kicsit bátrabbak lesznek. Hát nekem van egy barátom, és januárban szegény Ökrös Oszkár, egy csodálatos cimbalom művész, most halt meg januárban, és az utolsó koncertjén részt vettünk ezzel a barátommal és az 5 éves kisfiával, és utána hátra mentünk az öltözőbe, és akkor azt mondta neki, hogy az Oszi bácsi, szóval figyeltelek, egyszer se ütöttél mellé. És egy olyan aranyos dolog volt, hogy egyszer egy 5 éves gyerek egyszer csak mond egy ilyen mondatot, szóval ezeken olyan jókat lehet szórakozni. És tényleg nem ütött mellé. Igen, és én annyira szeretem a gyerekeknek ezt a nagyon tiszta, ezt a nagyon őszinte szókimondó humorát. Nagyon. Köszönöm mindannyiótoknak ezt a jó ízű beszélgetést, sokat nevettünk, és hát tényleg, nevetni kell, ennyi az egész. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, tudják, napi témáinkkal kapcsolatban érdekes, izgalmas cikkeket találnak a ridikul.hu oldalon. Viszontlátásra mindenkinek!